Köszöntöm Önöket, a hét első napszemléjét látják, már is mutatjuk, melyek a fontosabbak. Több helyszínen is megtartották a hagyományos nagybőgő temetést Gyergyószárhegyen. Több mint 160 millió lejt költ beruházásaira idén Csíkszereda önkormányzata. Fordulatos mérkőzést játszott szombaton a gyergyói hoki klub az FTC Telekom otthonában, a találkozó végül hosszabbításban dőlt el. Több helyszínen is megtartották a hagyományos nagybőgő temetést Gyergyószárhegyen. A vidám téltemető ceremónia ezúttal is az egész községet megmozgatta. Güdöcről indult a reggeli mise után, s egész Szárhegyet végigjárta a farsangi felvonulás. Csattogott az ostor, húzták a zenészek, a testvívők szállították a nagybőgőt a temetés helyszíneire. Mindenhol népes közönség csatlakozott a tréfás hagyományőrzéshez. A hagyományőrzők zene szóval vidámsággal temették el a nagybőgőt, a mulatozás jelképét. A búcsúztató beszédet most is a pap és a kántor mondták. Vegyék őket, és nyugodtan beögjenek! Lássa a Gyergy abban, nem, csak a Gyergyek tudnak beögni a polgármesterhez! Jó! Csend! Mondom, csend! Tisztelt elgyengültek, illetve egybegyűltek! Drága testvívők, akik máig a meghalttal együtt zűltek! Sírató asszonyok, kik a hitvesi hűség mellett célokat tűztek, hisz a bőgőhöz és nyeléhez nagy reményeket fűztek, most bőgjetek! Most nem bőgjük! Most csend legyen! Most csend legyen! Ma tévé nem halljon! Jó barátokhoz szólok, akik a Covid miatt csak fele barátok lettek! Mert a Facebook nagykönyvéből oly sok tudást merítettek. Kedves kántorunk, minket az Úr is egymásnak teremtett, megint reánk bízott, egy elzüllött kocsma is elejtett. Nem igaz, én vagyok ott. Pedig járt Müslingerhez is, ki nyálteszttel várta. Takásnál is volt, ki hetekig kezelte orba és szájba. Ádám doktor remetén filitel farkáig megvizsgálta. Éppen azt a farkát, ami maradt. Ha gyógyszerrel gyúrták, azt azonnal kihányta. A vakcinát szerette, azt aztán imádta, akarta. Nem is pohárból, hanem üvegből nyakarta. Kettesivel kapta. Kedves asszonyok, tessék, szesz! De a testére tegyétek, a múltkor is megittálatok megint, a nyavaja úgy este belétek. Belébe, a baja mind örgöny, belébe. Uram, nézd meg, megint leszek. Az leszel te, mindjárt félszek. Teljes komolyságot kérek. Nekem felet adunk, mert teljes nincs. Bölgő temetés ez! Nem cincogó, pincogó, kacagányfészek! A kora délutáni órákig zajlott a temetkezések sora a községben. Mindegyik helyszínen volt egy kis kínálkodás is. Sütemény, fánk, forró ital járt a farsang búcsúztatóknak. A nagybőgő temetés egyébként Székelyföld szerte egyedül Szárhegyen hagyomány. Büszkék is rá a helyiek. Az elmúlt 24 órában 7694 koronavírus esetet azonosítottak Romániában. A tesztek 24,5%-a bizonyult pozitívnak. A stratégiai kommunikációs csoport déli jelentése 85 elhalálozásról is beszámol. Jelenleg 9564 személyt kezelnek kórházban COVID-19-el, 387-tel többet, mint tegnap. Intenzív terápiás osztályokon 1101-en fekszenek, 3-mal kevesebben, mint vasárnap. A kórházban kezeltek között 637 kiskorú, 7-en súlyos állapotban vannak. Több fejlesztést is előirányoz Csíkszereda idei költségvetése, több mint 160 millió lejt költ beruházásaira a megye központ.
Csíkszered a beruházás központú költségvetéssel vág neki az évnek. A költségvetés 277,14 millió lejes végösszege az előző évek tartalékaiból, valamint az idei tervezett bevételekből tevődik össze. A fejlesztések fejezete a végösszeg 58%-át teszi ki, 160,11 millió lej. A 117 millió lejes különbség a fenntartási kiadásokat szolgálja. A jelentősen megnövekedett működési költségek ellenére is sikerült tartani a tavalyi arányt. Az önkormányzat egy évvel ezelőtt is a büdzsé 42%-át különítette el működésre. A fejlesztésünk leginkább a mostani uniós programoknak a kivitelezése, valamint néhány stratégiai infrastruktúrának a fejlesztése. Hát a vasúti felüljáró hídat most már építés fázisba kerültünk, azt jelenti, hogy tavasszal lebontják és kezdik újjáépíteni. Az autóbuszállomás újjáépül, a autóbuszgarázsok épülnek, az udvarhelyi kijárat felett teljes útburkolat csere lesz. A két tornatermük épül már most a városban, és ezek csak a legkiemelkedőbb elemei, amely legtöbb pénzt igénybe vesznek. Gyakorlatilag a város költségvetése úgy néz ki, hogy 275 millió lejből gazdálkodunk. Ez azt jelenti, hogy tavalyihoz képest nőttünk 15%-kal, és ennek a fejlesztési oldala az 54-56% körül van. Gyakorlatilag a fejlesztési oldalon 160 millió lejt tudunk elkölteni, ez van saját költségvetés, valamint uniós források és kormányzati források is hozzá. Viszont ezek a nagy számok nem azt jelentik, hogy pénzben dúskát Csíkszereda, hanem hogy annyi projektünk van, hogy erre kellett úgy az ön részé, mint a támogatási oldalt megszerezni, és ez egy nagyon komoly felelősség, mert jövőre is a projektek miatt egyre nagyobb kitettségünk lesz költségvetés szempontjából. Tehát egy erőltetett menet, ahol nagy számokkal dolgozunk, viszont rengeteg programunk van, amit végig is kell vigyünk. A fejlesztési fejezethez a saját bevételek képezik a főforrást. Az előző években felhalmozott költségvetési többlet 75 millió lejre rúg, az uniós források 57,5 millió lejre, az állami támogatások összege 17 millió 200 ezer lejre, míg a tömbház hőszigetelésekhez a lakók általi hozzájárulás több mint 10 millió lejt takar. Emlékeztetjük nézőinket, hogy a Gyergyó TV ügyfélszolgálatán is lehetőség van készpénzt felajánlani a múlt keddi detroiti tűzeset károsultjai számára. Mint ismert, a tűzesetben teljesen kiégett a lakóház felső szintje, lent is csak a konyha maradt felismerhető állapotban. A tűzoltósági jelentésben az áll, mintegy 80 négyzetméteren lángolt az épület, megsemmisült a bútorzat, háztartási gépek, a kazánház és a kazán, valamint egyéb javak is. A tűzoltók rövid zárlatot valószínűsítenek a tűz okaként. Hamarosan egy egész NATO harccsoport érkezik Romániába, amellyel az oroszokat szeretnék elriasztani. Erről a Katonai Szövetség védelmi miniszterei döntöttek. A NATO arra hivatkozik, hogy ez idáig nem tapasztalta a feszültség csökkenését Ukrajna környékén, és minden eshetőségre fel kell készülniük. Ukrajna és Oroszország, illetve Oroszország és a NATO között már 8 éve zajlik a háború. Ennek jelenlegi formája információs hadviselés, mondta el szerda este a 24 pluszban Tálas Péter. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének igazgatója reagált az orosz külügyminisztérium szóvívőjének kijelentésére is, mely szerint 2022. február 15-e úgy vonul majd be a történelembe, mint a nap, amikor a nyugati propaganda csürdöt mondott, mivel Oroszország a nyugati közlésekkel ellentétben mégsem támadta meg Ukrajnát, hanem elkezdte a csapat összevonást. Azt gondolom, hogy ez egy rendkívül taktikus és végiggondolt történet volt az amerikaiak részéről. Ők sem gondolták, hogy szerdán lesz háború, sőt, azt gondolom, hogy direkt azt mondták, hogy szerdán lesz a háború, hogy ne szerdán legyen a háború. Most nagyon egyszerű. Nyilvánvaló, hogy az ellenfél nem fog, ha én szerdát mondok, nem fog szerdán, talán még csütörtökön sem, tehát lesz még néhány napunk. És azt gondolom továbbá, hogy bár készülődést látunk, nem vagyok biztos abban, hogy Vlagyimir Putyin eldöntötte már, hogy lesz a háború. Mert az oroszok váltig tagadják, hogy megtámadnák Ukrajnát,
A NATO illetékesei erre több konkrét biztosítékot szeretnének, például az Ukrajna közelébe küldött csapatok létszámának látványos csökkentését, miközben Oroszország nemrégiben a határ közelében állomásozó csapatainak visszavonulását jelentette be, növelte a csapatok számát. Ennek fényében Oroszország a jövőben is fenyegetést jelent majd a térség biztonságára, ezért ezt megelőzve úgy döntöttek, még több katonát telepítenek a szövetség keleti szárnyán lévő országokba, köztük Romániába is. Az üzemanyagárak mielőbbi befagyasztását sürgeti a taxisofőrök egyik érdekvédelmi szervezete, a Független Taxisok Jogaiért Egyesület. Tekintettel arra, hogy a benzin és a gázolaj literenkénti ára is átlépte a helyétlejes határt, találkozót kérnek a kormánytól az üzemanyagárak befagyasztására vonatkozó intézkedések meghozatalának céljából. Azt állítják, hogy az üzemanyagok és a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás árainak emelkedése és az általános drágulás nagyon nehéz helyzetben hozta a taxisokat. A szervezet állásfoglalása szerint ilyen körülmények között a személyszállítás fenntarthatatlanná vált. Amennyiben a kormány nem hajlandó befagyasztani az üzemanyagok árát, a taxisok készek utcai demonstrációkkal sújtani a követelésüknek. Ismét kiírja az úgynevezett Startup Nation elnevezésű programot a kormány. Ezt a vállalkozásokért és turizmusért felelős miniszter jelentette be, aki a várható újdonságokról is beszámolt. Az úgynevezett Startup Nation Románia program keretében közel 40 ezer euróra, azaz 200 ezer lejre pályázhatnak kezdő vállalkozók. A program 2017-ben rajtolt Florin Zsiánú akkori üzleti környezetért felelős tárcavezető kezdeményezésére. A programban legtöbb 10 ezer kezdő vállalkozás részesülhetett pénzügyi támogatásban. A Startup Nation 2018 után azonban leállt, most ismét kiírják a programot, jelentette be a vállalkozásokért és turizmusért felelős miniszter. Megvizsgáltuk az első két kiírás eredményességét, több mint 45 ezer új munkahelyet létesítettek a nyertes pályázók, ebből 39 ezer személy egyetemi hallgató, illetve fiatal munkavállaló. A 2021-es költségvetési mérleg benyújtásából látható, hogy a program révén elindított vállalkozások 99%-a jelenleg is működik, és arra a következtetésre jutottunk, hogy szükség van egy újabb, a harmadik kiírásra. Az újdonságokról beszélve a tárcavezető kifejtette, hogy nagy valószínűséggel nem lesz mérvadó többé a pontozáskor az újonnan létrehozott munkahelyek száma, mert bár minden egyes újállás több pontot jelentett a pályázónak, az elnyert összeg javarésze a bérek kifizetésére ment. A másik újdonság, hogy pluszpontot kap az, aki valamennyi önrésszel hozzájárul az állami támogatáshoz. A tárcavezető szerint a program új kiírása várhatóan április-május környékén rajtol. A Gyergyó Szentmiklósi Fox Hockey női jégkorong csapat az elmúlt hétvégén lejátszotta a playoff első két mérkőzését a Fradi otthonában. Mindkét rangadót óriási küzdelmekkel nyerték meg. Szombaton a lányoknak hosszabbításban sikerült győzniük 0-1-re, míg vasárnap 2-3-as eredményt produkáltak a gyergyói lányok. A három győzelemig tartó párharc tehát az eddigi állás szerint 2-0 a Róka lányoknak. A harmadik találkozót március 4-én tartják, szintén az FTC Telekom csapatával. Izgalmakkal és fordulatokkal teli jégkorong mérkőzésnek lehettek szemtanúi a szurkolók szombaton délután. A Gyergyői Hoki Klub a Tüske csarnokban játszotta le utolsó Erste Ligás alapszakaszbeli összecsapását a Ferencváros ellen. A Gyergyói Hoki Klub hétvégén játszotta magyarországi túrájának utolsó mérkőzését az Erste Liga alapszakaszában. A pirosfehérek szombaton a Ferencváros ellen léptek jégre a Tüske csarnokban, ahol a szezon eddigi legizgalmasabb rangadójának lehettek szemtanúi a szurkolók. A GHK mindhárom harmadban két gólos előnnyel vezetett, de a zöldfehéreknek sikerült behozniuk lemaradásukat. Az első játékrészben Bodó találatával 0-2-re vezettek a gyergyóiak. A szünet előtt aztán faragtak hátrányukból a ferencvárosiak, 1-2-es eredménnyel mentek pihenni a csapatok. A második harmadban már kiegyenlített az FTC, de Bodó ismét betalált, így előnyben volt Szilassi gárdája. A harmad vége előtt egy büntető lövést ítéltek meg a gyergyóiaknak, amelyet Bodó értékesített, megszerezve ezzel a mérkőzés és saját maga negyedik gólját. Bodó néz farkas szemet arannyal. Ott lehet a negyedik gólja, ott van a negyedik gólja Bodó Krisztofernek.
Ismét faragni tudtak hátrányukból a zöldfehérek, 3-4-es eredménnyel mentek szünetre a felek. A záróharmad első perceiben ismét jött az egyenlítő gól a Ferencvárostól, de Orbán betalált, így 4-5 volt a meccs állása. A remek formában játszó Bodó 5-5-ször is eredményes tudott lenni, ezután következett a fordulat. A Fradinak sikerült egyenlítenie, 6-6-ra alakítva az állást. A rendes játékidőben nem született újabb gól, ezért hosszabbítással folytatódott a találkozó. 4 másodperccel a végső dudaszó előtt Nagy Gergő eldöntötte az összecsapást. 7-6 arányban nyert a Fradi. Tehát 6-ot lőttünk idegenbe a Fradinak, hogy a Bodó meg egészen kivételes napot fogott ki, egy 5-öst tudott lőni. Sajnos nem volt elég a győzelemhez. A defenzív rész az nem tetszett. Nem is mindig a maga az egész pályás defenzív játékunk lett támadás, vagy a semleges zónás védekezésünk, vagy akár a dízomban a védekező harmadban levő védekezésünk, hanem többször hagytunk olyan szerencsés gólokat a Fradinak, hogy kipattanó átesett a kaposon, ott ugye kaszabolni kellett volna az ellenfelet, hogy ne férjenek hozzá a második szándékhoz, a második helyzethez, a kipattanókhoz. Ilyenből kaptunk, illetve ami még nem tetszett az, hogy kiállításban tudtuk, hogy jó lövő erejű csapatról beszélünk, nagyon komoly lövő potenciál magasról is, és ugye olyan játékosaik vannak csatárban és emberelőnyben, akik a úgymond a szárnyakról, a szelekről is nagyon jól lőnek, hogy ezért nem kellett volna adnunk egy darab támadó harmados kiállítást, egy darab semleges harmados kiállítást, mert ezekből gólt kaptunk, és elvettük az 5-5-ös időt magunktól. Összességében szerintem ahhoz képest, hogy mennyire rövidek voltunk, mert az egy markáns 3 csatárunk hiányzott, akik alapemberei ennek a csapatnak, nyilván mind védekezésben és támadásban még erősebbek vagyunk velük, úgyhogy ez nagyon nagy pozitívum, hogy ilyen jó hokit tudtunk támadásban csinálni nélkülük, és őknek a jelenlétük, mondom, nem csak támadásban, hanem majd a védekezésben is meg fog jelenni a rájátszásban. Úgyhogy jó, szórakoztató volt, mondom még egyszer a nézőknek, sajnálom, hogy nem tudtunk rátenni 1 vagy 2 pontot, mert benne volt bőven. Így tehát a gyergyói hoki klub az alapszakaszban a 4. helyen zárt, innen várhatja a folytatást. Ezen a héten zajlanak egyébként az Erste Liga rájátszás kvalifikáció mérkőzései. Az utolsó kiadó helyek sorsát 3 győzelemig tartó párharc során döntik el. Február 21-én hétfőn, továbbá 22-én kedden és 24-én csütörtökön a Deac a Titánokkal, a DVTK Jegesmedvék pedig az Uni Győr Etóval találkozik. Amennyiben a 3 találkozó során nem dől el a továbbjutás sorsa, pénteken és vasárnap folytatódik a harc a liga rájátszásában megmaradt helyek megszerzéséért. Napszemlénk végén mutatjuk még egyszer röviden a nap fontosabb témáit. Több helyszínen is megtartották a hagyományos nagybőgő temetést Gyergyószárhegyen. Több mint 160 millió lejt költ beruházásaira idén Csíkszereda önkormányzata. Fordulatos mérkőzést játszott szombaton a gyergyói hokiklub az FTC Telekom otthonában, a találkozó végül hosszabbításban dőlt el. Ezek voltak híreink ma, köszönöm, hogy velünk tartottak, a holnap esti viszontlátásra. Műsorunk támogatója a Diego Áruház.